1912-ben alakult a Csantavér labdarúgó klub. A csapat vezetősége ma is nagy hangsúlyt fektet a fiatal játékosok nevelésébe. Bakurek Dániel a csantavéri foci csapat utánpótlásának egyik tagja. Óvodában kezdtem el, azért, mert egy híres játékos miatt kezdtem el igazából focizni, és 3,5 éve focizom. Az eseményen díjazták a Csantavér labdarúgó klub 2 ma is élő legidősebb játékosát, Petkovics Dezsőt és a 80 éves Kozma Boldizsárt, aki örömmel idézte fel aktív focista életének legszebb emlékeit. A tréningek gondolom megvolt kedden, csütörtökön, pénteken, és akkor vasárnap délelőtt összejöttünk, közösen megbeszéltük, hogy mi is lesz délután, és aztán ugye délután folyamán vagy siker, vagy negatív eredmény. De visszaemlékezve sok sikert elértünk, mert abban az időben elég jó volt a csapat. A foci meccseket tőzsgyökeres csantavériként Ercsi Hargita, a Szabadkai Városi Tanács beruházásokkal, nemzetközi kapcsolatokkal és turizmussal megbízott tagja is végig szurkolta. Ez egy nagy hagyományra visszatekintő klub. Nagyon fontosnak tartjuk a sportot ugye a falun belül. Ez összehozza a gyerekeket, ezen kívül összehozza a felnőtteket is. Mivel hogy csapatsport, ezért egy csapatot épít. Tehát az a közösség szempontjából is nagyon fontos. És ugye nem utolsó sorban jó szórakozási lehetőség is. A csantavériek első csapatának jelenleg 22 játékosa van. Heti 3 alkalommal edzenek, plusz a hétvégi mérkőzés, mondta Sandrik Zoltán, a klub vezetőedzője. Sikerült szereznünk 4-5 játékost, akit erősítésnek tartunk, és mindenféleképpen kicsit komolyabb munka folyik, mint az utóbbi években. Milyen szerepet játszik a falu életében a labdarúgó klub? Nagyon fontos szerepe van, mivel fölöleljük az óvodásoktól kezdve a 30 évesekig, szóval a felnőttekig, minden generációval próbálunk foglalkozni. Kis fotbaliskolánk van, és folyamatosan hirdessük a foci igényét, hogy jöjjönek, főleg a csantavériek is, persze a környékbeli gyerekek is edzeni. A Csantavér labdarúgó klub jelenleg a Szabadkai Városi Ligában játszik.